A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 6 ponttal nyerték a cápák. A folytatásban tovább nőtt a különbség, a nagyszünetre 39-30-as állásnál vonultak le a játékosok. Fordulás után egy 7-0-ás rohammal indított a Pécs, a Nyíregyháza azonban ismét el tudott lépni ellenfelétől. A negyed hajrája a vendégeknek sikerült jobban, így a záró 10 percnek már 3 pontos pécsi vezetésnél vágtak neki a csapatok. A házigazda fordított, de az utolsó előtti percben már ismét a Pécs állt jobban. A folytatásban viszont már csak nyíregyházi kosarakat láthatott a közönség, így Pető Ákos együttese 5 pontos győzelemmel vágott vissza ellenfelének az alapszakaszban elszenvedett 2 vereségért. Minden mérkőzés itt nagyon fontos, és nagyon jól kezdtünk. Nagyon jól védekeztünk az első fél időben, aztán a második fél idő elején egy kicsit úgy érzem, hogy inkább a támadásban álltunk meg, és ezért gyorsításokkal a Pécs szépen vissza tudott jönni a mérkőzésből, illetve át is tudta venni a vezetést. Illetve itt a végén annak örülök, hogy a védekezésünk és a lepattanózásunk stabilizálódott, és nagyon fontos kosarakat dobtunk köztük CJ, de nem dőlhetünk hátra, ennek a meccsnek végé is készülünk a szerdára. CJ Bryce 24 ponttal a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult, mellette még 9 lepattanót is leszedett az amerikai légiós. Tudjuk jól, hogy itt már nagyon fontos minden mérkőzés, ennek megfelelő hozzáállással jöttünk ki a pályára. Keményen játszottunk és megmutattuk, hogy tényleg nagyon akarjuk ezt a győzelmet. Ez egy siker volt a 6-ból, lépegetnünk kell tovább. A vendégek edzője csapat a palánk alatti védekezésében látta a vereség okát. A mérkőzés elején nem koncentráltunk 100%-osan, nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna. Ezt javítottuk később, de a legnagyobb probléma az volt, hogy rengeteg támadó lepattanót engedtünk. Ez meg is mutatja, miért veszítettük el a mérkőzést. Itt már nem lehet ilyen hibákat elkövetni. Az alsóház másik meccsén a Zalaegerszeg 87-81-re verte az atomerőmiesét. A tabellán a Zalaegerszeg és a Nyíregyháza egyaránt 10 győzelemmel áll, a Pécsnek 8, az atomerőmiesének 7 sikere van. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks szerdán 18 órai kezdettel az atomerőmiesét fogadja a Continental Arénában.